Tejasból chickenből meg breastlinesból kell kettő. Burger, ilyen rópagyból kell három majd, igen. Na, most nézzük. Alig használ valamit, ez nagyszerű. Saláta izéhez, a címzethez. Le kéne egyszerűsítenünk a témát. Elvileg... Nem tudjuk. Nem tudom. Hát lehet, hogy letudom, de... Ja, pillanat. Kéne megoldanom, ez jó lehet, hogy 250 dollárt kéne valahol izé spórolnom, az egy ilyen, ilyennek az ára. Hol tudnék egy ilyennel spórolni? Hát tudok spórolni, várj már. Ja, de nem, mert... Nem, mert annak ott kell lennie mindenképpen. Bassza meg. Hát
Ugye kitalálom. Én nem, hát itt, ezen gondolkodtam. Hát a food processzorba be tudom küldeni igazából. Így. És akkor most van is... Ó, egy csomó pénzem van. Hát esetleg most akkor tudom upgrade-elni a salátás hoza, hogy gyorsabban menjen a cucc. Meg esetleg ezt fölturbózom high speed-re. Így. Na, nézzük. Hát ez Small Family... Ja... Micsoda? Miért van bepipálva a Beach Burger, bazd meg? Mi? A Beach Burger ezt tudja, hogy nem.
megvan szerintem itt, hogy mi a probléma. Raw chicken-t kivesszük. Az energyink az nem lesz jó. 2800-ba ezt túllépjük. Kettő meg lett, 2800-3530. Szerintem legközelebb megpróbáljuk akkor még úgy, de most már tényleg nem. Hogy hát ugye ebből van igazából, hogy ez fogyaszt itt sokat, és hogy a high speedre kapcsolt, na jó, próbáljuk ki most. Próbáljuk így. Nézzük. Még szerintem az időből fogok kifutni. Bár mondjuk az annyira nem érdekel, hogyha izé azt mondja, hogy romlik a reputation. Pont lesz a rom. Messze vagyok, az a baj. Szóval ezt nem így fogom megoldani, azt tuti. Hát ugye ezt még talán többet fogyaszt, de mindegy, ezt ma már tényleg hagyom a fenében. 400 watt, ez meg 150.
De hát az mondjuk mennyit jelent egy 100 watt óra, kb. Ha 4 darab ilyet lecserélek. De az már össze van kötve. Ja, az már, aha. Már minden mindennel össze van kötve, úgyhogy... De hát szerintem mondjuk ezen a pályán 3-ból 2 az nem egy rossz arány, én azt gondolom. És még azt nézem, ugye igazából a Science, a Beachburgerhez nem nagyon lehet izé mást hozzáfűzni. És ez nagyon sokáig csinálja izé. Burgert. Ez 150 watt. Hát még ugye olyanokat lehet, hogy ezt igazából be tudom eddig küldeni. Hát, sőt, be tudom küldeni tulajdonképpen. Mert ez jön ide, a packaging jön ide. Hát, jó. Legyünk elegánsak, még ennyit próbáljunk meg, hogy... Egy kevesebbet, ha jó, cseréljük akkor vissza ezeket. Sőt. Hát ennél jobban ezt igazából már tényleg nem tudom. Mondjuk ezt nem értem, hogy a rópattyot azt miért adjak ilyen hosszan? Ez fasság. Ja, nézzük. Hát ennél kevesebbet már... Ez mit? Hát ez ott mi történt?
Nem jó, ezt hogy az anyámba tudnám megoldani, hogy izé, hogy a salátát azt... Hát esetleg annyit tudok. Ez meg azért nem jó, mert hogyha megint, tehát hogyha jön be egy ilyen rendelés, off, addig ezt off-on tartja, amíg salátarendelés van. Bejön egy salátarendelés off, de hogyha közben megint bejön egy ugyanilyen rendelés, akkor ugyanúgy off-on fogja tartani, és sosem veszi el a salátát. Ez, hogy spoiled. Miért? Eddig mi volt? De eddig minden rendben volt, nem? De mi kell a... A two fried chicken, egy fries, meg egy saláta. De akkor... De bazd meg, hát gyártsad már azt a two fries-t. Vagy a two... Két chicken-re várunk. Fasz vagyok, hát tudom, ó, bazd meg.
nem jó. Pazd meg! 65 wattóra! Próbáljuk meg a izé power saving-re a... Közel vagyunk hozzá. Mondjuk a food processzor az 700 wattot fogyaszt. Itt van még hely. Side salad, sorry for a meal. Na jó, még egy utolsó próba. Hát 65 wattórát már csak meg tudunk ezzel spórolni. Hűha, bekövettek 5-en is. Köszönöm egyszerre. Hát remélem, hogy ezek nem valami követő botok, de majd kiderül. De azért köszi mindenkinek, hogyha nem botok vagytok. Jaj, szevasztok!
Hát akkor ez ilyen összebeszéltetek? Vagy mi történt? Vagy mi? Egyszerre öten? Ismeritek egymást? Köszönöm szépen, hullafáradtam, úgyhogy szerintem lassan befejezem a streamet. De annyira zavar, hogy nem tudtam hozni, de most lehet, hogy fogom hozni azért. De nem, tökön szúrom magam, hanem. Kilenc watt óra, bazza meg a kutya! Nem tudok már mind spórolni a picsára. Faszom. Dühít, és az a baj, hogy én olyan vagyok, hogy ha valami nem megy, akkor ezen fog utána kattogni, csak közben fáradt is vagyok, meg kéne aludnom, mert holnap még meló van. De. És 5 órája tolom, Jézusom! Nem, abba kell hagynom. Minden power savingre van állítva, az a baj. Nem tudok már többet izé szévelni. Hát esetleg még ez a food process. Na jó, mi... talán... power saving. Valamelyikőtök automatizált és mondjuk én elvég én IT-s, nem elvég gyakorlatilag is IT-s vagyok, és még automatizálni is tudok, mondjuk hát nem így. Nyilván ilyen feladatok nincsenek a melóhelyemen, de most ezt kezd bosszantani. Hol lehetne még izé, még redukálni így a... Mi lenne akkor, ha ugye ez balra megy. Ezt leraknám úgy oda. Egyet tudok megspórolni, nem baj, az is valami. Akkor kijelöljük ezt így. De nem jó, nem jó. Vagy jó, nem jó. Mert annak a szarnak ott kell lennie ahhoz, hogy becsomagolja. Mert különben ezt meg nem tudom oda rakni. Nem akar ez összejönni, bassza meg sehogy se. Tehát ez csak így működik. Vagy esetleg, de az se jó.
Ugyanott vagyunk, ha ide rakom ezt, oda a kart, oda meg... Akkor... Nem tudtunk forrolni. Hát, hogyha ide rakom, ide a kart, ide a... Várjatok. Egyet akkor tudok törölni, csak tudtam törölni, mondtam én, hogy egyet tudok törölni. Bassza meg, így. Így. Most akkor tegye balra. Ő innen fogja, így veszi ki, és akkor ez jobbra rakja. És az megy oda. Ez van a különbség. Tehát egyet még mindig másoltunk, csak az a baj, hogy itt viszont izé... Jaj, így viszont, hogy ráküldöm a... arra a falagra. Így ez a kar, ez ugye ki tudja venni. Tehát így ezt a kart akkor le kéne cserélnem. Okos karra. Szedjen le. Még ezt akkor most meg tudjuk szüntetni. Igen. Az meg itt már akkora izé tömegnyomor, hogy... De nem, meg lesz bazeg. Így. Hát ennél minimalistábra bazd meg már nem tudom. Tehát ez megcsinálja a Beachburgert. És ez meg itt csinálja a fries-t, ez a salátát, ez a chicken szarságot. Ja, ide kell egy... Illetve még azt nézzük meg, hogy mindegyikben van. Hát azt kéne megnézni, hogy most viszont van pénzem még Order Readerre, ami 500 wattot fogyaszt. Tehát kérdés az, hogy most én az 500 wattos... Mennyit fogyaszt egy ilyen belt? 150-et. Hát 400, 600, 100 wattot azzal is nyerek, hogyha leállítok mondjuk szalagokat.
mondjuk robotikarm az mennyit fogyaszt vajon? Azért nézzük már meg, hogy robotikarm, dump, az 300 watt azért, az nem... akkor lehet, hogy nem is a izével kezdjük. Nem a packaging, hanem... food processor? Az 700 mondjuk, úgyhogy a food processorral kezdjük. De akkor jöhet a robotic arm. Ugye van két dumbunk, egy smartum, meg egy food processzorunk, ami azt jelenti, hogy két dumb, az 300, az 600, meg 500, nem az 400, bocsánat, 600, 1000, és 700, 1700, és egy 500-as, tehát elvég 1200 wattot most nyertünk. A srácok, az már nagyon-nagyon-nagyon, majd bele kell férjem. És nagyon más nem változtattunk, tehát elvileg most így a kaja mennyiség stb. Ez nem kéne, hogy változzon. Kérdés, hogy a fogyaszt-e a robotkar akkor is, hogyha nem, hát szerintem fogyaszt. Ez necces lesz, gyerünk. Csináld a kaját, bazd meg, csináld! Ezt most nem mondjátok komolyan, hogy 2 watt óra. 2! Ezt megcsinál, ezt nem érdekel, leszarom. Valamit kitalálok össze. Hát ez... És ugye megpróbáljuk a dispenzer, mert ez 3000 watt, ez meg 1500. Megpróbáljuk lecserélni. Lehet, hogy segít. Lehet, hogy kifutunk valamennyire az időből egy-két hamburgerrel.
Hát szerintem jók leszünk. Ez meg hogy lehet, bazd meg? Hogy? Most 21 wattórával léptem túl. Most van 4000 pénzem, még valahol kéne spórolni még egy ezrest, és akkor még tudnék karokat vezérelni. Hol tudok spórolni? Nem. De várjál már most, ez mi a pöcs? Miért van a... Hát ide miért raktam ilyet? Mi? Várjál! Hát ez rakja oda, ez kisüti a... Igen, ez csinálja a mit? A fried chicken-t. Ez meg a fries-t. De bazd meg, hát a frieshoz nem kell. De hülye vagyok. Akkor, hát várjál, hány kart nem vezérelhetünk még? Jó, akkor figyú, vezérlünk még itt pár dolgot. Mondjuk ebben van még sok kar. Tehát talán még ide lenne érdemes egy Order Reader-t berakni. És azt mondani, hogy aki Beach Burgert rendel, az 1, 2... De az 600, vagy 800, meg 6, 1400, hát akkor 900 wattot itt is spórolunk most. Bár meg, tehát hogyha ez se elég. És mondjuk burgert sokáig nem rendelnek azért, úgyhogy... Pont. Fú, ez egy költséghat, nagyon a határon autózunk minden értelemben, tehát így a energiafelhasználásban abszolút. Na, gyerünk, toljátok. Jó, a szalmonella az minket nem érdekel, azt nem vette észre senki, úgyhogy...
Hát gyerekek, ez egyre szarabb. Hát ja nem. Bazd meg, mit... Nem ezt akartam. Nem ez 700-at, várjatok, akkor egy... Ja, nem. Jó. Ilyen voltam. Akkor ezt is... Igen, ez a kettő volt hozzáadva. Ezek szerint a karok azok nem fogyasztanak akkor, amikor... Jó. Félúton vagyunk a disseknél is, meg a energiafelhasználás, ez megint rohadt netes lesz. Lehet, hogy megint az a kettő darab vattórával fogom túllépni, hogy megkarolom magam. Ez az! Mennyi? 5 óra 32, vagy mi ez? 5 és fél órányi streamelés után, jó, nem ezzel a pályával, mert azért azt hiszem a 10-dikkel kezdtem. Tehát igazából 3 pályát csináltam ma meg, és fú, efficiency 100%, 1,5 mils van, amit leszarok, de azt most már nem törekszünk itt a tökéletesre, de belefértünk a 2800 wattora alá, 30 wattórával, 300 ingredients alá 5-tel. Viszont 110 000 dollárt költöttünk csak el a 120 helyett, úgyhogy ez tök jó, és teljesítettük mind a 40 ordert. És ráadásul még ugye volt, ugye ez ilyen beachen lévő, ilyen rend, vagy mi ez, ilyen büfé. És ugye meg azt is figyelni kellett, hogy a pillanatnyi fogyasztás az nem menjen 50 000 wattóra fölé. És azt is teljesítettem, mert hogyha azt elérem, hogy akkor lemegy a izé, kiég az egész ház, azt kész. Vége, leveri a biztosítékot, és akkor annyi. Tű, gyerekek! Na, viszont már a tuti, hogy ennyi volt. Kész, én nem ennyit terveztem, mert mondom, hát jó, hogy ilyen 11-ig, éjfélig, maximum aztán, de egyszerűen ezt nem lehet, ezt se abba adni. Egy csomó olyan játék van, pedig ilyen tök kis ganyinak tűnik, de mondjuk ez pont olyan, hogy szakmába vágó, tehát így, és amikor elkezdek valamin agyalni, akkor egyszerűen nem tehát úgy is ezen kattogtam volna, hogyha lefekszem, és még akkor nem tudok aludni, tehát teljesen ugyanott vagyok, akkor már inkább streamelem.
Nothing Works, ugye ezen voltam, ezt megcsináltuk most, és akkor ezt majd akkor következő alkalom, ez az S2, ez ilyen optional, ezzel fogjuk folytatni. 11-12-est is kimaxoltam, 176, az mondjuk annyira nem volt jó. De ahol látjátok, hogy mindenhol sárga kis izét, érmet láttok, ott mindenhol teljesítettem a izét. Eddig ez nem volt meg, de ez ilyen 10 kWh-ban. De most mondjuk most lehet, hogy tanultam azóta annyit, hogy lehet, hogy mert akkor még talán más szemlélettel csináltam a dolgokat. Majd meglátom még, hogy lehet, hogy majd a legeslegvégén majd, hogyha nagyon akarom, akkor még visszamegyek, de a többit ezt egész jól megcsináltam. Még itt van ilyen Chinese New Year izé, majd még ezeket megnézzük. Na! Viszont már elment aludni a cucc is a stream deckem. Én búcsúzom. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet mindenkinek. Köszi az új feliratkozóknak is. Clara Chloe, Fiziret, Gábornak, Hedgehog, Mitchell Hedgehog, Azalma és Sleonénak, meg még a többieknek is, Galgatorixnak, a Kollektívának, Arninak. Én nem tudok most kilépni, pillanat, így viszont ki tudok lépni. Danikának, aki még korábban volt itt, és hát mindenki másnak, aki esetleg nem írt be a chatre, és így nem tudom őt név szerint köszönteni, vagy megköszönni neki. Elvileg holnap bele fog férni ilyen 6 órától tényleg egy rövid stream, mondjuk ilyen 9-ig, tehát egy ilyen, rövid 3 órás azért az is. Lego Lord of the Rings-el végre haladni kéne, úgyhogy, de talán legkésőbb 9, max még fél 10 belefér. Úgyhogy holnap találkozunk, aztán majd csak legközelebb hétfőn, de az a szokásos menetrend. A menetrendet megtaláljátok a Twitch csatornán is, illetve a techbarat.hu-n. Mit kell még mondanom? Ennyi. Ennyi volt mára. Automasév, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Holnap este 6 órakor ugyanitt találkozunk Lego Lord of the Rings-el gyűrűk urával. Annak már ugye kb. Az egyharmadánál tartok, úgyhogy azért azzal jól állok. De múltkor az csak összesen fél órát volt időm játszani, úgyhogy most bele kell húzni. Úgyhogy holnap ezt teszem majd. Na, jó ét mindenkinek, holnapra jó pihenést, jó munkát, nyaralást, kinek mit. És akkor este 6-kor ugyanitt találkozunk. Várlak titeket, szevasztok!